Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 28-áig. Május 26-án Lilith energia van, az aktiválja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. De ezen a napon hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk ezeket az álmokat. Az is lehet, hogy mások mondják majd azt, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. Ezen a napon megvan tehát ez a bizonytalanság. 27-én van egy ilyen belső feszültség, hiányzik a könnyűség vagy a kommunikáció. Ezen a napon Regulus csillag hatása alatt állunk. Regulus csillag, azaz uralkodóknak a csillaga, és kihat a mi szívünkre. Tehát így szív témákról van szó, vagy a szeretetről, vagy a szerelemről. Az is lehet, hogy hiányzik ugyan ez a könnyűség, de mégis fontos lenne odafigyelni arra, hogy mit kedvelünk, hogy mit szeretünk, vagy kit szeretünk. És kell a bizalom, ez a hit. Ezt kellene erősíteni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Ez a ház jelentheti az otthonodat, vagy a környezetet, például a szomszédokat, de jelenti a családot is, a családi kapcsolatokat. Azt is jelentheti ez a ház, hogy mennyire fontos, hogy valami vagy valaki óvjon bennünket, vagy legyen meg az alap, a biztonság érzete. Mert szeretnénk kiépíteni valamit. Ez a ház jelenthet ingatlanokat is. És most megnézzük, milyen kapcsolatban áll a ház a többi kártyákkal. Így egy vonalban megjelennek itt ezek a kártyák, és megnézzük a képeket. Itt látható a gyűrű. Ez jelentheti a házasságot, például, vagy egy házasság, egy közös otthon tervezését. Ami a gyűrű még jelent bizonyos szerződéseket, egy háznak a vétele, vagy eladása, vagy bérlete. És megjelenik itt ez a férfi egy vonalban a gyűrűvel és a házzal. Ez utal a férfiakra, vagy jelenti a lelki társadat. Az is lehet, hogy ez a férfi tervez valamit, hogy visszatér hozzád, a gyűrű jelenti azt is, ha valami vagy valaki visszatér. Ebben az esetben a ház lehet egy látogatás is, hogy meg akar ő látogatni téged. Most megnézzük azt, hogy mi jelenik meg az ő gondolataiban. Ezt mutatják a kártyák itt a feje fölött. Ez a levél jelenthet egy tervet, hogy ő tervezi azt, hogy ír neked. De fordítva is lehetséges, hogy ő vár arra, hogy te jelentkezz nála. Ez a levél jelenthet egy bizonyos szerződést is, munkahelyi szerződést, vagy a házzal kapcsolatban, ez egy adásvételi szerződés, ez is lehetséges. Sőt, gyakran a gyűrű szintén szerződésekre utal. Itt ez a torony jelentheti azt, hogy ő szeretne valamit megnagyobbítani. Vagy egy ingatlant nagyvárosban. Ez is lehet. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. És itt megvannak az elvárások, hogy ebből a hivatalból majd jön ez az irat. És ez úgy foglalkoztatja őt a gondolataiban.
Ami a párkapcsolatot illeti, ő tervezi ugyan, hogy visszatér hozzád, hogy meglátogat téged, hogy ír neked, de mégis fogva érzi magát ebben a toronyban. Mert itt vannak akkor félelmek, bizonytalanságok, és ez a torony ebben az esetben úgy hat ki rá, mint egy labirintus. Keres egy kiutat, egy lehetőséget, és mindez foglalkoztatja őt a gondolataiban. A háta mögött megjelenik két kártya, amit ő nem lát. Vagy azért, mert nem akar odafigyelni rá, mert ő ezt lezárta, vagy még nem látható számára, mert elfordul a kártyáktól, elfordul ezektől az eseményektől. Miről van szó? Itt látható ez a felhő. Tehát ez olyan dolgokat jelent, ami számára átláthatatlan volt. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Mindazt, amit ő átélt fél évvel ezelőtt, attól most eltekint. Itt a fa gyakran utal egészségügyi témákra. Lehet, hogy valaki beteg volt a családban, és nem tudta, mi fog történni, de lehet egy bizonyos helyzet is, ami őt betegített annak idején, és most elfordul ezektől az eseményektől vagy kapcsolatoktól. Nem akar ő ezzel most foglalkozni. Amivel ő úgy foglalkozik, az előtte látható, amilyen irányba ő tekint. Itt látható a mozgás, tehát ő aktív lesz. Az is lehet, hogy közeledik hozzád, hogy ez a terve. És akkor itt ez a virág csokor jelenti a te nőiességedet, vagy szépségedet, de lehet egy meglepetés is, vagy egy ajándék, hiszen útban van hozzád, és meg akar ajándékozni téged. Itt előtte látható a nyilvánosság, az jelentheti azt, hogy találkoztok a nyilvánosságon, ez az irány. Lehet, hogy akkor úgy tesz, mintha ez véletlen lenne egy nagy meglepetés, de az is lehet, hogy tervez veled valamit, megjelentek a nyilvánosságon, hiszen felvállal téged, amit ez a kép még jelent, hogy mennyire fontos számára, hogy mások észrevegyék őt, hogy meglegyen ez az elismerés. És itt van a mozgás, ez jelenthet mindent, ami mozog, sport, autó, vagy egy kiruccanás, és akkor itt látható a természet, a virágcsokor lehet egy meghívás is. Milyen kapcsolatai vannak még, azt így egy vonalban ezek a kártyák mutatják. Itt egy vonalban megjelenik a ravasz róka. Ez sok mindent jelent. Ez lehet egy hamis személy, aki becsapta őt. Vagy figyelgeti őt. De ez a ravasz róka jelentheti a negatív gondolatokat is, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmeket, a félelmeket, a bizonytalanságokat, ugyanúgy, mint ahogy ez a torony is ezt jelentheti, amikor úgy fogva érzi magát. De ez elmúlik, hiszen itt megjelenik a kasza, és elvágja ezt a hamisságot, vagy elvágja ezeket a negatív dolgokat. Ez a kasza jelentheti a válást is. Ebben az esetben a torony az a bíróság, és itt vannak az iratok, ami úgy foglalkoztatja őt a gondolataiban, és érzi azt, itt hamisságról van szó.
valaki hazudozik, vagy becsapja őt. Persze ez a kasza segíthet, hiszen el tudja vágni ezeket a hamisságokat. Mi van úgy a ház körül? Ezt is megnézzük. Itt látható ez a koporsó. Néha ez jelenthet egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet is. Itt valami még ugyan átláthatatlan, de a lilium virág jelenti a tisztaságot, a tisztító erőt, itt kitisztul majd valami. De nem kell megijedni ettől a kártyától, hiszen ennek a koporsónak gyakran szimbolikus jelentése van, amikor ő le akar zárni valamit. Vagy a régi témákról van szó, mint például egy régi házról, vagy régi kapcsolatok. Itt van a gyűrű, ami visszatér, hogy valaki keresi vele a múltból a kapcsolatot. Ő kap egy levelet, de azért neki nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen ennél a kapcsolatnál megjelenik a ravasz róka. A múltból, ha a múltból visszatér valaki, ott vannak hamisságok, nem lehet 100%-osan megbízni ebben a személyben. Amit a koporsó még jelent, hogy lezár bizonyos dolgokat, például a felhőt, ami eddig átláthatatlan volt, vagy olyan témákat, amit ez a férfi úgy fél évvel ezelőtt élt át, az le lesz most itt zárva. Ez a fa jelenti azt, ami betegítette őt a múltban, ez is lezárul, hiszen a koporsó segíthet abban, hogy mindez lezáruljon. És akkor itt hat ez a lilium virág, ami jelenti a tisztaságot. Itt ez a két kártya azt is mutathatja, hogy valami tisztázódik a családban, vagy lesz egy nagy takarítás az otthonában, vagy a te otthonodban. Itt látható, hogy bizonyos dolgok olyan hirtelen történnek, amikor te sem számítasz erre, ő sem, miről van szó. Ezt mutatják itt a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a kivetésnél. Az első sorban. És fölötted nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat, vagy terveidet, de titokzatos vagy. Lehet, hogy még kicsit úgy fogva érzed te is magadat ebben a toronyban, ebben a labirintusban. Nem beszélsz a tervekről, mert zárkózott vagy. Nem engeded meg azt, hogy mások bepillantsanak a gondolataidban. Itt közel hozzád, előtted megjelenik ez a hegy, és ez jelenti az akadályokat, de nem kell félni, hiszen ez a sarló vagy kasza elvágja a hegyet, elvágja az akadályokat, és akkor minden úgy előre megy. A hátad mögött lévő képek mutatják azt, amit jelenleg még nem veszel észre, hogy egy hivatalos dolognál, az otthonodban, a családban kitisztul valami. Érdekes az is, hogy ez a virág jelenti a szexuális kapcsolatokat, vagy gondolatokat, és tényleg így van, ez a férfi gondol rád, mert ezek a képek megjelennek a gondolataiban, itt megjelensz, és itt szexuális fantáziáról is szó van. Azon kívül ő nagyon vacillál, írjon vagy ne írjon, keresse a kapcsolatot, igen vagy sem, és emiatt még így fogva érzi magát ebben a labirintusban, az is lehet, hogy nem mer szexuális témákról beszélni, holott megjelenik ez a gondolatában.
És pontosan ez a ravasz róka akkor azt jelenti, hogy neki nyitottabbnak kellene lenni. Ez egy negatív gondolat, vagy egy negatív érzelem, ha nem mer érzelmekről, vagy tervekről beszélni, és nem mer így közeledni hozzád, itt testi kapcsolatról van szó, és vár arra, hogy csoda történjen, és te nyilatkozz, te írj neki. De előtted ott van a hegy, és te úgy érzed, hogy valami blokkol ebben téged, inkább elfordulsz jelenleg ezektől a témáktól. Itt nálad lesz mozgás, hiszen egy vonalban vagy ezzel a kártyával, ami a mozgást jelenti. Mi történik itt konkrétan? Itt megjelenik a könyv, az jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést. És itt előre mennek a dolgok. A könyv jelentheti a te zárkózottságodat, vagy az ő zárkózottságát. Az is lehet, hogy te úgy gondolod, mivel olyan visszahúzódó, nem mer nyíltan beszélni bizonyos témákról, hogy vannak titkai. De ha így gondolod, akkor a ravasz róka azt jelenti, ez egy negatív gondolat. Hiszen a gyermek mutatja azt, hogy nem kell neki eltitkolnia semmit, hiszen ártatlan. A gyermek jelenti az ártatlanságot, tehát megbízhatsz benne. Itt a képek jelenthetik azt is, hogy lesz mozgás, egy új irány, tanulsz valamit, és akkor ebben az esetben majd kihat a munkádra, a hivatásodra. Te zárkózott vagy, hiszen fölötted nincsenek kártyák, ami utalna a gondolatokra. A könyv jelentheti a te zárkózottságodat is. Ez a férfi gondol rád, tervezi, hogy ír neked. Vannak itt olyan szexuális témák, amit szeretne ő veled közölni, de nem meri kimondani. Itt fogva érzi magát, hiszen megvannak ezek a félelmek, bizonytalanságok. Így a ravasz róka jelentheti azt is, ez egy negatív gondolat. Ezen át kellene tennie magát, ugyanúgy, mint át kellene tennie magát a félelmeken. Akkor itt kitisztul valami köztetek is, és ami az otthont illeti, itt is megvan ez a tisztító erő. Ő tervez veled valamit, látni akar a nyilvánosságon, lesz mozgás, sőt, meg akar lepni téged, vagy meg akar ajándékozni téged. Ami ezt a nagy követ jelenti, ez a kihívás, vagy előtted ez, ami blokkol téged, ez elmúlik, hiszen a kassa elvágja, eltávolítja ezt a kártyát, és akkor a gyermek jelenti az újdonságokat, vagy egy új irányt. És ez volt a heti jóslás. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!